Ez a Lakásvásár hatós csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunk örömteli eseményekről ad hírt. A FIACI nemzetközi zsűrie ingatlanfejlesztési nívódíj pályázatokról van szó. Ismét díjazott magyar ingatlanfejlesztéseket, első és második helyezéseket hoztunk haza, mi mást is. Vendégeim a stúdióban Gönczi László, a FIACI magyar tagozatának elnöke. Szervusz, Laci! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! Köszönjük szépen, és majd elmondod azt, hogy mik is a jó hírek természetesen. Igen, Sági Attila, Városigen ZRT vezérigazgató helyettese. Szervusz, Attila! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! És Varga Péter, a MOL Campus ügyvezető igazgatója. Szervusz, Péter! Szervusz, és én is üdvözlök mindenkit! Hát mindenkelőtt engedjétek meg, hogy gratuláljak nektek, de hogy mihez, azt elmondja Gönczi Laci. Jó, hát én is szeretnék gratulálni. Nagy örömömre szolgált, és mindannyiunk nagy örömre szolgált, hogy a FIACI World Prix d'Excellence nemzetközi pályázaton ismét sikerrel szerepeltek a magyar országi ingatlanfejlesztők. Három aranyérem és egy ezüstérem tulajdonos, hogy tudok itten köszönteni. Az olimpián is örülnék hasonlóan. Kicsit jobbnak még. Kicsit jobbnak, ugye? Igen, jó, igen, okay. Többre. De ez a fele. Jó, igen. Fél időben ez jó így. Jó, okay. A lényeg a következő. A FIACI, ugye a párizsi székhelyű 1950 óta és 60, több mint 60 országban jelenlévő a legnagyobb nemzetközi ingatlan szervezet, szakmai szervezet, amelynek a magyar tagozata 92-ben alakult, és 97 óta szervezzük a magyar ingatlanfejlesztési nívódíj pályázatot, és tavaly volt ennek a pályázatnak a 25. jubileum évfordulója, nagyon sikeres rendezvény volt, itt volt a FIACI elnöke, a FIACI főtitkára, európai elnöke, 30 külföldi vendég, Lánszky államtitkár úr is megtisztelte a rendezvényünket, és tényleg mindenki nagyon elégedett volt. Egyébként pont az érintett objektumokat is meg is látogatták a külföldiek, úgyhogy mindenkinek nagyon tetszett. Lehet, hogy már akkor úgy érezni lehetett, hogy nyertesek lesznek. Az ezüstérmet a Magyar Zeneháza, a Városliget ZRT fejlesztésében, ugyancsak a Városliget ZRT fejlesztésében a Néprajzi Múzeum aranyérmet nyert, és ami nagyon örvendetes, hogy a MOL Campus egy kimondottan érdekes épület. Egyrészt egy nagyon nehéz két nagyon nehéz kategóriát nyert, de a másik a köztéri kategória, ahol a Városliget első és második helyet kapta, az is nagyon nehéz, mert nagyon népes mezőny van általában ilyenkor. Itt az irodaház kategóriát nyerte meg, és ami nagy öröm, hogy a környezettudatos építés kategóriát nyerte meg, ami a magyar pályázók történetében ez a legelső ilyen jellegű díj, úgyhogy még egyszer külön gratulálok. Köszönjük. Ugye 25 éve adja át a magyar tagozat a nívódíjakat a fejlesztéseknek. Röviden elmondanád azt, hogy hány díjat is nyertünk külföldön? Talán a történelemben kicsit visszamentve 1997-ben, tehát elég régen döntöttünk úgy, mikor megtudtuk, hogy létezik egyáltalán ez a nemzetközi pályázat, hogy magyarok nem nyertek, de részt se vettek még soha, és akkor találtuk azt ki, hogy elindítunk egy magyarországi pályázatot, akkor még csak Maláziában és Brazíliában volt ilyen, mi voltunk a harmadikok a világon, ahol megpróbáljuk felkelteni az érdeklődést, és a nyerteseket pedig arra ösztökélni, hogy induljanak el a nemzetközi pályázatra. Ez a szituáció ma már egészen más, több mint 20 országban van nemzeti pályázat, és gyakorlatilag a FIACI World Prix d'Excellence úgy működik, mint az olimpia. A nemzeti pályázatok nyertesei, mint egy selejtezőn kvalifikálják magukat arra, hogy elinduljanak, és rögtön kvalifikáció nélkül, tehát az, aki egy másik országból jön, ahol nincs ilyen pályázat, akkor nyilván kvalifikálnia kell, elindulnak. Na most a legelső pályázaton is már a Ferencvárosi Tömbrehabilitáció első díjat nyert, ami egy nagy öröm és meglepetés volt, és azóta 34, most ezzel a hárommal együtt, 34 aranyérmet és 37 ezüstérmet szereztek a magyar. És köztük volt, ugye, hogy főlegesen
az Orci Fórum, ugye, ami Kévés Gyurinak köszönhető, igen. Aki már nincs központ, ugye, nem, igen, ebben az évben ment el. Jó, én nagyon büszke vagyok arra, hogy kezdettől fogva zsűri tagja lehetek a Magyarországinak, és nagy öröm az, hogy a magyar ítészek által kiküldött pályaművek gyakorlatilag nem, hogy megállták a helyüket, hanem Európa csúcsára jutottak. Még annyit egészítenék ki erről, hogy az online, a Covid-nak egyetlen haszna van, hogy az online értekezleteket most már megtanultuk, hogy hogy kell szervezni, és azóta a magyar zsűritagok mellett több mint 10 külföldi vesz részt rendszeresen a magyar pályázatnak az elbírálásában, és ami nagyon nagy öröm, és a zsűrinek a kvalitását is jellemzi, hogy a magyar és a külföldi zsűritagok gyakorlatilag ugyanazt az eredményt hozzák ki. Én azt is megnéztük külön-külön és összesítve, és semmiféle ilyen problémám nincs. És lényeges, hogy a magyar nem szavazhat, vagy senki nem szavazhat a saját nemzeti. A nemzetközi zsűri az abszolút objektív, mert hogyha van egy kategória, amelyben mondjuk egy magyarországi fejlesztés van, arra a kategóriához a közelébe sem mehetek én, és ugyanez vonatkozik a szingapúriakra, mindenkire. Jó, Városliget ZRT, Attila, nem először vagy itt már ebben a stúdióban. Gyanús vagyok, hogy haza sem megyek. Számtalan díjjal köszönhettünk itt téged. Hát tényleg a Városliget ZRT sikertörténet. Aztán, hogy beszélünk a MOL-ról is, mert az is az. Hogy fogadtátok ezt az újabb sikert, hiszen most már el vagytok halmozva különböző arany és el vagyunk, de a jóból még ennyi pont belefér, tehát hogy azt gondolom, hogy ez jó, meg most magunknak csináltunk egy új kategóriát, szerintem most mi vagyunk a legerősebbek, akik saját magukat verték meg, mert hogy ugye a kategóriájukban. Mi más sorrendet állítani, azt gondoltuk egyébként, hogy a Zeneháza lesz az első, és a Néprajzi Múzeum a második, igazából a díjak számát tekintve vezet a Zeneháza. Azt gondolom, hogy ezt a nagyobb volument, ezt az összetettebb építés, technológiát, stb. Azt díjazhatták itt első helyen, meg egyébként mi magunk is nagy szerepet szántunk itt a környezetvédelemnek minden módon, hiszen az egész Városliget egy zéró emissziós zóna, azt, amit mi építünk talajszondákkal, stb. Úgyhogy én remélem, hogy mi is hozzá tudtuk tenni a magunkét. Mi nagyon örülünk ennek a díjnak, és hát nagyjából ott tartunk most már, hogy erről egy kiállítást fogunk rendezni a díjainkról, mert elérte a 30-at a nemzetközi díjaknak a száma. És ezt a rövid 10 éven belül? Hát ez három éven belül. Ha úgy veszük, hogy 10 éve indult a projekt, igen. De a díjazás az 3 éven belül. Ez annyi szeretnék hozzátenni, ugye elindult most már a 26. magyarországi pályázat, és én Attilának mondtam is, hogy most már megérett a Liget projekt arra a szintre, hogy magával a projekttel kellene elindulni. Igen, és nagyon nagy az érdeklődés, és vannak ilyen díjak, mert önmagában a parkkal most már tudunk indulni, és már rendszeresen járnak nálunk tanulmányútra. Egyébként pont az itt nagyon kiemelkedően díjazott kis tigrisek, és többi, akik foglalkoznak ezzel. Kóreával van, most Dél-Kóreával értelemszerűen egy nagyon jó együttműködésünk, ott lesz egy óriási parkrekonstrukció, úgy néz ki, hogy abban is részt fogunk venni szakmai partnerként. Mert ugye érdekes az is, hogy a Zeneházát egy japán tervező álmodta meg, a Néprajzit pedig magyar. Magyar, és mind a kettő nemzetközi tervpályázat volt pedig, tehát úgy nyert a magyar. Mi azt hittük, hogy Zaha Hadid egyébként, amikor láttuk a terveket, csak miután ugye kibontottuk, mi se tudtuk egészen az értékelés végéig, hogy ez valóban egy magyar pályamű. Jó, itt különböző pályázatokról van szó, amiket nyertetek. Ugye valahol magát a fejlesztést díjazzák, valahol az építészeti kivitelezést, valahol pedig egészen mást. Melyik a legizgalmas, vagy legértékesebb? Hát ez így nehéz megmondani, de mindegyik verseny más-más célokat tűz ki. Más, és mondom, sok aranyérmünk van, és én nem is venném a merészséget, vagy a bátorságot, hogy ezeket a díjakat összehasonlítsam. Egyetlen egy dolog van, ami mégis különleges, hogy a MIPIM-en, amit azért mindannyian ismerünk, ott készítettek nekünk egy külön kategóriát, hiszen ott a MIPIM zsűri
külön díját kaptuk meg, miután csalódottan fogadtuk, hogy azokban a kategóriákban nem nyertünk. Utána a színpadra jött a teljes zsűri, és azt mondták, hogy egyetlen egy dologban értett együtt 100%-ban a zsűri, hogy a zeneháza az a legjobb épület, ami abban az időszakban épült, úgyhogy azt hiszem az kiemelkedő, de a FIAPCI díjakra azért vagyunk végtelenül büszkék, mert egy olyan mezőnyben vagyunk, ahol nálunk lényegesen tőkeerősebb játékosok is lerakták a névjüket az asztalra. Mi a titka a sikereiteknek, ennek a 30 díjnak? Hát szerintem az, hogy sokat ülök itt nálad a stúdióban, de alapvetően az, hogy Bán László, aki az egész Magyar Múzeum életnek azt hiszem egy ikonja, minden, azt hiszem, hogy még azt is lehet mondani, hogy minden oldal elismeri az ő teljesítményét, ő eleve olyan magasra rakta a lécet, hogy itt nem jót kell csinálni, hanem a legjobbat, és az akármiről van szó, a legapróbb részletekből egy nemzetközi benchmark alapján terveztük meg az épületet, a parkot, és mindenre legalább egy tucat nemzetközi példát állítottunk ki leelőzendő versenytársnak, és azt hiszem, ezt meg is csináltuk. És a jövő is így néz ki. Hát abszolút. Na jó, ez van, igen. Szeretnék hozzátenni, hogy a FIAPCI-nak ez a Prix d'Excellence pályázata annyiba különbözik a hasonló pályázatokhoz, hogy nem egy szempontot vesz figyelembe, hanem egy teljesen komplex dolog. Tehát nem csak az építészeti minősége, hanem a társadalmi hasznossága, a különböző kereskedelmi jellegű beruházások esetében annak a sikere, de egy közcélú beruházásnál is az az érdekes, hogy mennyire tudja saját magát eltartani. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy állandóan bele kell nyomni az állami pénzt, vagy pedig a rendezvényeivel, belépőjegyekkel és stb. Tudja eltartani magát. És ez az érdekes ezeknél az épületeknél is. Ettől komplex, igen, ez a pályázat, igen, így van. MOL Campus. Szinte egy nagyon izgalmas fejlesztés, abszolút egyedi a városban, sőt az országban. Megmutatta azt, hogy lehet ilyen magas épületeket is építeni. És hát az is elismerés, hogy nemrégiben a kínai elnök is ott járt, ugye? Így van, nálunk töltött el az utolsó ebédjét itt Magyarországon. Hát igen, mi is nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk is egyébként. Mi is körülbelül 30 körüli díjesőnél járunk különböző szervezeteknél. Nyilván most erre vagyunk a legbüszkébbek. Azért mégiscsak ez egy nagy nemzetközi díj. És amire meg különösen én büszke vagyok, hogy az egyik a fenntarthatósággal kapcsolatos, hiszen amikor megálmodtuk a MOL Campust, akkor ugye a MOL új, akkor még 2016-os stratégiája mentén az egyik fő iránya az egész MOL csoportnak a fenntarthatóság, és az épület ennek gyakorlatilag a szimbóluma, és arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Nehéz volt a tervezésnél átvinni azt a gondolatot, hogy így nézzen ki az épület, vagy ez egy viszonylag könnyű döntés volt? Mert azért az egyedisége az vitathatatlan, és azért hát voltak ellenzők is. Nagyon nehéz döntés volt. Maga az egész épület design koncepciója az majdnem ugyanolyan hosszú idő volt, mint felépíteni az épületet igazából, vagy talán még hosszabb is, hogyha így visszagondolok. Eleve az, hogy saját magunknak építünk, és nem egy bérirodaház, az alapvetően meghatározta egyébként magát a stílusjegyeit is. Nyilván az épület egy szimbólum, és szimbólum a MOL múltjának, meg a jelenjének, és egy irányt mutat nekünk a jövőbe. Tehát ez egy gyakorlatilag a jövőnek épült irodaház, a MOL hosszú távú stratégiáját szeretné ezáltal megvalósítani, vagy ez egy katalizátor lehet a hosszú távú stratégiájának. Mi volt a dilemma? Mert ugye azt említetted, hogy sokat hezitáltatok rajta. A formája, vagy a kivitelezés, mi volt az, ami... Hát ugye alapvetően itt eredetileg is egy toronyház volt az eredeti rendezési terveken, még az akkori tulajdonosnál. Tehát alapvetően toronyházba gondolkodtunk mi is. Egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy az a siker, amit ez a cég elért az elmúlt 25-30 évben, az megérdemli azt, hogy legyen egy ilyen szimbóluma.
Kiemelkedik a többi közül, így van. Mondjuk hát, ki ezt. Igen, gyakorlatilag mondhatjuk ezt is, de egyébként maga az épület nagyon sok mindent szimbolizál, a Budapestet is, tehát az átrium rész az a Pest, a torony rész az pedig a Buda, ugye, ugyanúgy, ahogy Buda kiemelkedik, de szimbolizálja egyébként a cégen belüli összekapcsolódást is, tehát elég a tervezőkkel elég sok szimbólumot beszéltünk át, de én azt gondolom, hogy az épületnek a legfontosabb értéke az nem a kinézete, bár az is különleges. Hát de azt látja mindenki, ugye? Így van. Egyébként belülről is láthatja mindenki, mert ugye egy nyitott épület, nagyon sok nyitott térre. Ez is egyébként egy új színfolt szerintem ezen a piacon. Hogy ki sokan tudtuk. Látogatják is, ugye belondan, elég jó a kilátás. Igen, egyébként több mint 80 ezer látogatónk volt a látogatócenter megnyitása óta, tehát az egyik leglátogatottabb attrakció most Budapesten. Kik volt a tervezők, akkor nevesítsük őket is. A Foster & Partners, ugye híres nemzetközi tervezőiroda tervezte igazából a fő terveket, a részletes tervek pedig hát természetesen itt Magyarországon készültek. Hogy látjátok egyáltalán a nemzetközi ingatlan fejlesztésben mindannyiótoknak szól a kérdés, Magyarország helyét, szerepét, hiszen tényleg annyi díjjal jutalmazzak bennünket, hogy lassan kezdjük elhinni, hogy jó felé tartunk. Laci? Ez a kérdés többször fölmerült már, és ez a FIAB-CIPRID Excellence-nak a jellegzetessége, hogy itt nem kilóra megy, hanem minőségre. Most erre példa volt az anglai szoláriskola, amit a magyarok a Himalájában 4000 méter magasan egy családi háznagyságú épületet adtak az ottani lakosságnak a jólétére, és mégiscsak nyert. És nagyon sok olyan műemléki rekonstrukció, vagy műemléki környezetben lévő fejlesztés, mint a Servita Square Building például. A Millennium háza például. A Millennium háza az szintén az örökségvédelem, és ezen túlmenően pedig az a tervezői gondosság és a kivitelezésnek a minősége. Tehát ahogy mondtam, ez komplex dolog, és az, hogy talán az, hogy mi szelektálunk előtte a magyar pályázaton, már csak azok mennek ki, akiknek azért van esélye, hogy tényleg ott, hogy foci nével vagy szimbólummal a labdába tudjanak rúgni, és nagy örömömre szolgál tényleg, hogy ilyen magas minőség van. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ugye két olyan projektnél, vagy fejlesztésnél vagyunk, ahol elég komoly szakmai vita alakult ki már a kezdeténél, és mindig a zsűriben? Tessék? Zsűriben? Nem, hanem így az hazai közvéleményben, és én mindig utalok a Budai Hiltonra, amelyre én még emlékszem, hogy mekkora szakmai vita volt, és végül is befogadta a város, és egy jó létesítmény, és ugyanez ez van, mindenki meg fogja szokni, hogy ez egy szimbólum jellegű épület, és ahogy a külföldiek is nagyra értékelték, itt is végül is nagyon, és ugyanez a Városligetben, hogy most a bocsánatot kérek, de a Sztálin szobor helyén azért szívesebben látom a Néprajzi Múzeumot. Attila, te is járod a világot. Te hogy látod a magyar fejlesztéseket? Hát szerintem nagyon jó hasonlat az olimpia. Tehát ott így azt mondom, lakosság és tőke arányosan igen jók vagyunk. Tehát, hogy amikor csinálunk valamit, akkor úgy néz ki, hogy ezt jól. De a volument meg a minőséget nem szabad és nem kell összehasonlítani, tehát nyilván nem mérhetjük magunkat Kínához, nem mérhetjük magunkat nagyon sok mindenhez. Per pillanat Kínán, Ázsián, az arab világon kívül nincsenek igazán ilyen nagy fejlesztések kultúrában, mint amit mi csinálunk, de ott azért, hát hogy mondjam, Ázsiában egy
400 000 négyzetméteres múzeum az megépül, azt ugye mi nem tartjuk teljesen indokoltnak, tehát ilyen módon van, amikor nem tudjuk ezt összehasonlítani, de mi azért, hogy eddig mondjuk 300 000 négyzetméter parkot úgy újítottunk meg, hogy ott 7,5 millió látogató van egy évben, az azt gondolom, hogy az emberek, ahogy szokták mondani, itt a ligetben a lábukkal szavaznak, tehát hogy én elnézést kérek, mondtattok, hogy nem politizálunk, és természetesen nem, de regnáló polgármestereket, főpolgármestert is szoktunk látni a Zeneházában, szóval mindenki oda jár, mert egyszerűen jó az, ami elkészült. És most adtátok át ugye a közlekedési parkot, amely szintén nagy siker. Közlekedési, most onnan jöttem közvetlenül rollerrel. Úgyhogy... Modern kor vezetője. Péter, te is rollerrel közlekedsz? Szoktam rollerrel is közlekedni, bár elég veszélyesnek tartom egyébként. Igen. Inkább biciklivel közlekedem, mint rollerrel. Hát mi a építkezés előtt is rengeteg úgymond tapasztalatszerző túrán jártunk, tehát így, és azóta is nyilván folyamatosan egyrészt egy kapcsolatrendszert építettünk ki, másrészt belekerültünk egy-két olyan szervezetbe, ami kapcsán nyilván hozzánk is elég sokan ellátogatnak, illetve hát mi is megtehetjük, hogy lássuk, hogy merre felé megy a világ. Én azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem kell szégyenkeznünk semmilyen szempontból. Nem minden van az épületben egyébként, amit belámadtunk, hogy majd meg lesz. Nyilván a költségvetés azért erősen megszabja a lehetőségeket. Nem volt egy infláció is itt. De azért azt gondolom, hogy mertünk nagyot álmodni, és a nagy álomból azért nem egy kis álom lett, hanem egy nagy álom maradt, és meg is tudtuk valósítani. És szerintem valószínűleg ezt is értékelték. Tehát, hogy nem egy-egy részei az épületnek kiemelkedőek, hanem az, hogy nagyon sok minden megtalálható benne. Kíváncsi vagyok arra, hogy látjátok ti egymás fejlesztéseit. Tehát, ha laudálni kellene, mondjuk neked a MOLT, és neked hát a Zeneháza szerintem tényleg világszínvonalú. Én azt gondolom, hogy mind szolgáltatásban, amit nyújt, de egyébként mind dizájnban simán el tudnám képzelni mondjuk a Central Park közepében nyilván. Abszolút. Adtunk egy új ötletet nekik. Jelentkezünk a feladatban. Most ugye Brüsszelt úgy is befejeztem, úgyhogy részemről mehet a Central Park. Igen. Nagyon nehéz kategóriákban versenyzünk, már itt magyarországi piacon sehol se volt, tehát hogy ilyenfajta, ilyen meghatározó épületek, mindkét beruházásban nem készültek Budapesten a rendszerváltás óta. Tehát ezt úgy mi kihagytuk. A környező, akár versenytárs nagyvárosokban készültek ilyenek. Magyarország nagyon konzervatívan állt ehhez, óvatosan, sok oka van ennek. És nyilván olyan piacra léptünk be mind a ketten, aminek nincs előzménye Magyarországon, tehát ezek a viták, ezek teljesen természetesek, és az a fajta minőség, amit a MOL Campus is kitűzött meg mi is, az azt gondolom, hogy az abszolút most ott van a legkomolyabban vehető trendek között. Ez egyfajta áttörés egyébként a MOL Campus a felhőkarcolók világa felé? Hát ezt nem tudom megmondani egyébként, ahogy itt elhangzott igazából a környező, tehát nem kell világ nagyvárosaira gondolni, elég csak a környező, Pozsony, Prága, Varsó, tehát a gyakorlatilag tényleg a környező városokat nézve ez már teljesen természetes. Én egyébként nem bánom azt, hogy Budapestnek a belvárosában egyébként ilyen nem történik. Akár lehetett volna ezt még jobban egy rendezési tervvel megvalósítani, hogy az ilyen típusú épületeket egyébként egy valamilyen lokációba. Volt erről szó, hogy Cseppel volt kijelölve egy időben. Igen. Hogyha szerintem ez megvalósult volna, egyébként minden nagyvárosban nagyjából ez így működik, tehát ez Bécsbe, Londonba, most csak hogy így visszagondolok, vagy akár Prágába ugyanígy működik. Szerintem áttörés lesz, igen. Szerintem látják akik ellenezték is, hogy mik ennek az előnyei, mik a hátránya, és hogy ezt meg lehet úgy is csinálni. Mert szerintem amikor nagy ellenkezés volt, akkor még nem tudták, hogy ez pontosan mi lesz, ez az épület, meg hogy fog kinézni. Most meglátszik. Most meglátszódik. Attila? Igen.
Hát teljesen egyetértek, mindig utólag derül ki, hogy ami, ha nem csinálni valamit, azt nagyon könnyű. Tehát ezt, és ellenezni van. Igen. Ez mondjuk nem mondom, hogy egy magyar hagyomány, de azért apparátusban sok helyen, ha az ember nem dolgozik, nem hibázhat, ezen hogy mondjam, sokan élnek így. Mi nem ilyenek vagyunk, úgyhogy biztos hibázunk is, de azért alapvetően azt gondolom, hogy itt sikereken vagyunk túl. Laci, legyen tiéd a zárszó egy percben. Nagyon röviden, egyrészt még valami nem hangzott el a MOL Campusszal kapcsolatban, azon túlmenően, hogy nem egy szokványos torony, tehát egy felhőkarcoló, tehát egy ilyen szögletes akármi, hanem van benne valami nagy fantázia. A másik pedig az szintén, hogy gyakorlatilag talán a Zsarul Palota az a másik példa, hogy amikor különböző 20 vagy nem tudom hány helyen voltatok eredetileg, annak a feladásával és egy helyre összpontosításával egy szintén ingatlanfejlesztési jellegű beruházás másik oldala, hogy azok mi viszont felszabadultak, azokkal lehet majd valamit kezdeni. Ez az, amit még nem mondtatok, de én úgy érzem, hogy még ez is egy plusz. Én csak annyi zárószóként, annyit szeretnék még egyszer gratulálni az uraknak és mindenkinek, aki veszi a fáradtságot, hogy elindul egy nemzetközi versenyen, hogy én nagyon remélem, hogy egy év múlva hasonló sikerekről fogunk tudni beszámolni, hogyha a 26. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódi Pályázat szintén sikeres lesz, akkor a nyertesek hoznak újabb sikereket. Nem tudom, hogy a MOL-ra számíthatunk, de a Városligetre biztos. Nekünk egy kicsit nehezebb, inkább gyárakat szeretünk építeni. Nyugodtan? Lehet. Na, akkor ezt meg is beszéltük. Jó, urak, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket, meg a nézőket, és hogy beszámolhattunk, bearanyoztátok a napunkat, napjaikat, így az olimpia előtt néhány nap, aztán egy hónappal. Szó viccér, egy százast meg kell dobni azt. Rendben van, oké. Jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Önnek köszönöm a figyelmet. Lakásvásárlással legközelebb egy hét múlva találkozhatok itt a Tartós csatornán. Addig is a viszontlátásra. Minden jót, adom a százast.